Köszönöm szépen, és most pedig egy más típusú előadás következik, hiszen ezt nem hallgatni kell, hanem leginkább nézni és együtt csinálni az oktatókkal. Én szeretném felhívni egy kicsit a színpadra Hegedű Zoltánt, hogy bemutassa saját magát, egyesületét, és hogy mivel foglalkozik, és mit próbál majd itt a közönségnek nektek megmutatni, begyakoroltatni az önvédelemmel és az utcai harccal kapcsolatosan. Nem kell félni, nyugodtan álljatok el a székről, és vele együtt csináljátok a gyakorlatokat. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntelek benneteket. Hegedűs Zoltán vagyok, és az Assertive Defense Complex utcai önvédelem egy magyar formáció, a rengeteg japán és mindenféle világrészekről érkezett önvédelmi stílusok között. Ennek a képviseletében vagyok itt, és néhány tanítványom, barátom. Hadd utassam be az egyik instruktorjelöltemet, Tóth Martin barátomat, illetve Kocsis Geri, aki a papírmunka és a kameraman felelőse. Azért jöttünk ma ide, mert az elmúlt alkalommal ősszel az ezt megelőző konon volt egy rövid bemutatónk, és az azt követő edzésen szép számmal jelen voltatok. Azt reméljük, hogy most bemutató nem lesz ugyan, de a mozgás szeretete, a fogásoknak az esztétikája és az izgalma, az kihozza belőletek is azt, hogy egy picit közelebb jöttök, és tudtok tudni ebből a munka által egy kis sikerre szert tenni. Annyit röviden erről az irányzatról, hogy tényleg nagyon közel áll mindenhez, amit láttatok már filmeken, rajzfilmeken, vagy tanultatok a japán, vagy az izraeli, vagy a magyar titkos mindenféle harcművészetekről, de hogyha Zolit kérdeztem, hogy van-e olyasmi, ami ti is ismerhettek, és még mi is ismerhetünk. Én nem vagyok nagy rajzfilm és fantasy film ismerő, de ő azt mondja, hogy amit csinálunk, az nagyon közel áll ahhoz, amit a Csillagkapunak a kiképzés, a Csillagkapuban szereplő főhősök fizikai képzéséhez kapcsolhatunk. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy itt most felszedtük az első két sort, gyertek közelebb, légy szíves, és engedjétek meg, hogy néhány alapvető védelmi fogással megismertessenek titeket, természetesen nem bemutatás, hanem gyakoroltatás által. Nyugodtan álljatok föl, egy jelentkezőnk már van. Én már végignéztem, de nem csináltam, de több klubtagom már végig kísérte ezt a programot, és még mindig élnek. Úgyhogy már csak tapasztalattal bővültek, illetve különböző fogásokat tanultak meg, ami a mindennapi életben is nagyon hasznos lehet. Látjátok, Ingben is az úriember már készül a programra, úgyhogy bárki, ismételten bárki, hölgy, férfi részt tud venni ebben a programban. Úgyhogy jöjjünk közelebb a színpadhoz. Ha jól látom, akkor még egy nyilatkozatot alá kell írni, hogy a veséteket és egyéb belső szerveiteket módunkban áll bárhol elárverezni. Igen, ott messziről is látok egy katonát, katonának öltözött bátor harcost, mindjárt őt is befogjuk erre, hiszen hogyha már ennek öltözött, akkor kicsit tanuljon is a harcművészetéről. Úgyhogy tényleg mindenki jöjjön ide a színpadhoz, amint kitöltitek, vagy aláírjátok ide a nyilatkozatot, már is megkezdődik az oktatás. Thank you.
Zacskyomsz, és ezzel jönnek. Sziasztok! Közben, ahogy látjátok, elkezdődött a közelharci és rendvédelmi oktatás. De bárki, aki részt szeretne még venni, becsatlakozni, akkor itt a színpad bal oldalán van egy nyilatkozat, azt kérjük, hogy írja alá, és már is ugye a részt vehet ezen az oktatáson. Látjátok, nem csak egy oktató van, hanem ugye
segédjeit is, akik folyamatosan ugye járnak körbe és segítik ugye a párokat, hogy helyesen csinálják a gyakorlatot, amit tényleg higgadtan, nem túl feszítve az ízületeket kell végrehajtani. Ha mégis valaki ennyire erőszakos, azért van az a nyilatkozat. Aki be szeretne csatlakozni az oktatásba, az kérem jöjjön ide, hogy írja alá a nyilatkozatot, és már is foglalkoztatják a kedves kollégák. Többen írják alá a nyilatkozatot, úgyhogy már őket is lehet foglalkoztatni. Most mivel tovább megyünk a dologban, tehát jó lopogyatláncintől kifordul,
és esetleg el is lök magától egy picit, és kiabálni kezd, hogy kevesebb az esélye, hogy még a hagycsokat. Próbáljátok meg, támadás úgy irítani, hogy nyúlsz, és nyúlsz. Kikorogjon az ellen oldalra a kliknak, hogy a leszünk, úgyhogy igénybe lehet venni a színpad nekem jobb oldalát is, ott is van egy szép nagy tér, hogy arra is ugye lehet nyúlni szépen oldalirányba. Yeah.
zenek. Becsatlakozhat a közelharci és önvédelmi oktatásba, de előtte fáradjon ide a színpadhoz aláírni a csapatnak a nyilatkozatát.
éppen csak a levegőt kapálózni, tehát tudnak is van technikát. Ez külön ilyen. Igen, egyet szeretnék, egy ilyen hajhúzós a hajó. Hát igen, hajhúzós. Hát akkor a tartóra. Van a készleted. Még mielőtt elkezdjük rá a 400 haját. Elkezdett volna. Én nem tudom,
rögzítem, csak meghajlok, és akkor van az volna, nem túl feszítve, nem alul feszítve, éppen úgy, hogy fönt legyen a kis ujja. Még egy picit ezt gyakoroljátok, ezt meg kell érezni, és akkor ez
tényleg.